Tolva Ernő festészeti díjakat adtak át a Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék Republic Galériájában. A kiemelkedő tehetségű festőművészek munkáit egy kiállítás keretében tekinthették meg a művészetkedvelők. Az első díjat a végzős Zsín Bence kapta, aki három vegyes technikájú képével pályázott. Azt gondolom, hogy ezek elsősorban ilyen belső képek, tehát nem konkrét élményhez, és tehát amikor improvizál az ember, vagy elindul egy képfelületen, és akkor kialakul a kép maga, és akkor ott jelen van az egészben, de nincs elvárása magával a képpel szemben. Ebben az évben a második és harmadik díj mellett a Monogram Tolva Jernő Alapítvány egy külön díjast is választott. Ódor Bence önarcképét, valamint édesapjának és testvérének portréját jutalmazták az elismeréssel. Végül is mindegyik ugyanaz a technikával készült, kollázzsal, kollázs technikával. Ez ugye ilyen mindenféle szemétből vett, végül is szállítva, újságokból, ilyenekből. A másik kettő az meg ilyen technopolos technikával, meg ilyen bolti nyugták felhasználásával készült. A Tolva Jernő festészeti díjat 2010-ben Colin Foster, a művészeti kar volt dékánja alapította, a Munkácsi díjas festőművész emlékére. Azóta minden évben szakmai zsűri ítéli oda az arra legérdemesebb pályázóknak a díj átadását megelőző év szakmai teljesítménye alapján. A munkákat március 10-ig bárki megtekintheti a Republic Galériában.